Hogyha lesz festről múlt időben beszélünk, akkor ugye volt fest, de az már valami más, tehát így tegyük helyre, Kisvárda. Ugye gyakorlatilag már beírta magát a fesztivál városok névsorába, és azt hiszem, hogy rengetegen voltak ezen a bizonyos fesztiválon, a lesz festen. Török László Laci vendégünk, egy picit Sziasztok. Azért kanyarodjunk vissza, jó? Hogy most már ugye teljesen múlt időben, és nem is tudom, abban a borzalmasan felhevült adrenalin sokban, amiben ott nagyon sokan voltak, most már így kihúzanodva tudunk erről a fesztiválról beszélni, és most nem az alkoholra gondolok, hanem az örömmámorra. Hogy értékelitek, milyen volt ez a fesztivál? Nagyon jó volt. Volt két olyan napunk, ami nagyon necces volt, hogy elére egy vihar, vagy nem. Nem felejtem el azt a pillanatot, amikor pénteken néztük, és megúsztuk, mert a Tisza ott a környékünkre vitte rá, és hát ők nem úszták meg, de a fesztivál megúszta a vihart. Ez nagyon durva lett volna, hogyha elkap, de a szombati nap az minden várakozásunkat felülmúlt. Tehát egyszerre ment, emlékszem rá, középről néztem Halott Pénz baloldalt, a popzenei nagyszínpadon, a rockzenein a tankcsapda játszott, és mind a kettőn rengeteg számlálhatatlan mennyiségű ember, vagy 20 méterrel a frontkeverő mögött még sokan voltak, és így benéztem a Dance Arena-ba, ami úgy fent tele volt, ami egy 1000 négyzetméteres sátor, tehát ezért ott volt bőven ember, és még mögöttem is kószáltak fesztivál látogatók. Hatalmas érzés volt, feledhetetlen pillanat. Ez nem, hát nyilván egy látogatónak is feledhetetlen, de hát aki meg szervezi a fesztivált, annak azt hiszem, hogy ettől nincs édesebb látvány. Az volt az a pillanat, amikor mondtam a gazdasági rendelőnek, hogy akkor most bezárunk, gyertek, nézzük meg, mit csináltunk, utána 10 perc múlva dolgozunk újra, tehát az tényleg hatalmas perc volt. Hát igen, azért ugye ebben benne van a pakliba az, hogyha az időjárás nem kedvez, akkor bármennyire jók a zenekarok és bármennyi energiát tesztek bele, ugye akkor nem sikerül, hát volt már gyakorlatilag a ti pályafutásotok alatt, ugye ehhez hasonló szörnyűség, ha lehet ezt mondani, hogy elmossa az eső a rendezvényt. Nos, most viszont ez azt hiszem, hogy kellő energiát adott arra, hogy ismét fejest ugorjatok egy következő rendezvénybe, ez pedig egy gasztrozenei fesztivál lesz ismételten. Igen, az elmúlt húsvétkor volt egy próbálkozásunk, ott az időjárás nem volt a legjobb barátunk, de ott az utolsó pillanatig bíztunk benne, hogy jó lesz, de el kellett engedni. Az egyik nap jó volt, nem? Az egyik nap jó lehetett volna, hogyha az előző nap, ha kihagyjuk a technikát, nem mosott volna minden szénnél az eső. Tehát azt most is azt gondolom, hogy egy jó döntés volt, és jövő hétvégén azt gondolom, hogy egy sokkal jobb körülmények között, sokkal jobb időjárási körülmények között tudjuk ismét megpróbálni, megrendezni a gasztrozenei fesztivált. Na milyen lesz akkor ez az őszi gasztrozenei fesztivál? Sokfajta lesz. Változtattunk is egy picit a line-upon, picit más zenekarokat hívtunk el. Három színpaddal fogunk most menni, lesz egy nagy színpadnak nevezett, egy sétáló utca színpadnak nevezett, és egy kávézó színpadnak nevezett helyszínünk. A nagy színpad lesz az, ami talán kicsit populárisabb lesz. Itt lesz Bagosi Brothers, itt fog játszani a Budapest Voices, ők 20-valahányan vannak és korunk slágereit éneklik, az szerintem egy érdekes menet lesz, de itt mondjuk a legpopulárisabb előadónk Rakoncai Imre lesz, aki nem fog játszani egy picit sem mulatóst, vagyis hogy olyan rendező nem fordulhat elő, ahol én ott vagyok és mulatós történik, viszont én azt gondolom, hogy ő bázenében nagyon érdekes produkciókkal tud jönni. A Lesz Festen is nagyon jól működött a rock színpad. Azért vannak kihagyhatatlan előadók, az Epi & The P fonográf díjat megnyerte idén a nagy színpadot, és Epinek lesz egy egyszergitáros produkciója, Pearl Jam-et hasonlókat játszik. Nagyon várom, én is nem hallottam még élőben, de szerintem az nagyon jól fog működni, de a szükségállapotnak is lesz egy akusztikus verziója, illetve ami Kisvárdán megkerülhetetlen, a Radarnak lesz egy picit lemezbemutató koncertje, picit pedig a radaros balladákra játszó része, és még csak egy gondolat lesznek benne, amik számomra nagyon kedves pontok lesznek. Az egyik a Barabás Lőrinc Live, egyedül játsza fel rengeteg hangszerrel azt a muzsikát, amit összepakol, az tehát mind látványra, mind hangzásra nagyon-nagyon sokat ad. És amit még szeretnék kiemelni, a Csángáló, ő játszott már idén is a fesztiválon, játszott tavaly is a Lesz Festen,
ők nagyon jók. Magyar népzenét játszanak, de valami olyan a megközelítése a történetnek, hogy élvezet őket hallgatni. Igen, és igen. Nagyon messze van a mulatós műfajtól. Nagyon messze van, pedig nekik is vannak érdekes megmozdulásaik, de nagyon jók. Helyileg hogy lesznek a színpadok? A Sétál utcában egymással szemben a két színpad, a kávézó pedig adja magát. Ezek így hangilag mennyire fognak összeszólni, pont úgy vannak a shiftek megállapítva, hogy mondjuk 7-től kezd, 8-tól kezd, és hát az olyan produkciók, mint mondjuk Péli Barna vagy Járai Márk, a Halott Pénzből jól ismert Járai Márk, ők pedig, vagy Epi is egy szágitárral fogják nyomni, úgyhogy nem gondolom, hogy lesznek, vagy lehetne annak lehetősége, hogy nagy összeszólások legyenek. Na, a gasztronómiáról is beszéljünk egy kicsit. A gasztronómia, hát lesznek klasszikus street food vonalak, ezekről olyan sokat nem akarnék beszélni, ami fontos, hogy most jobban eltaláltuk a helyit, és ebben lesz egy érdekes megmozdulásunk, felújítottunk teljesen eredeti állapotra egy gulyáságyút. De tehát minden része eredeti, a poroltó, a nem tudom, a benzines kanna és az összes valami. És mennyi gulyás fér? És nem gulyást fogunk csinálni, hanem az legyen meglepetés, hogy mit fogunk csinálni, de én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog működni. Hát, most dolgozunk rajta, hogy a katonaságtól legyen egy olyan ember, aki tényleg használt már ilyet, és hogy biztosan jól működjön a történet, de szerintem olyan illatokkal fogja elárasztani a Sétáló utcát, ami érdekes lesz. Én csak azt kívánom, hogy ne durranjon nagyot, tudod, vagy legalábbis csak a szó átvitt értelmében nektek. Nyilván a zenéket hallgatod, de arra van időd, hogy egyél vagy abban a felfokozott állapotban. Magát a gasztronómiai különlegességeket azért meg tudod kóstolni? Hát a gasztronómiai különlegességekből a söröket biztosan meg fogom kóstolni, ez kihagyhatatlan, illetve van egy nagyon-nagyon kedves borászatom, a Kovács és lánya, ők nem számít szerintem reklámnak, mert nagyon messze vannak tőlünk. Neki vannak nagyon-nagyon jó borai, a Kis Francia, az egyik nagy kedvencem, illetve a Szitakötő, és Kovács Zitának hívják a borászlányt, tehát a Szitakötő, Zitakötő. Azokat biztos, hogy meg fogom kóstolni. Illetve a gulyáságyúban muszáj lesz, hogy egyek. Na és akkor mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag most már ott is egy picit ilyen őszi üzemmódba kapcsoltok. Itt most már elkezdődik a jövő évadnak a szervezése. Ki is írtuk az 5. Lesz Fesztet. Ennek lesz egy különös része. Épül Kisvárdán egy filmpark, és a filmparknak tulajdonképpen a Lesz Fest lesz a nyitóbulija, olyan díszletek között, amit szerintem Magyarországon senki nem tud építeni semmilyet, meg nem tud ilyen környezetet csinálni, úgyhogy a következő évű Lesz Festünk az igen érdekes lesz. Nos, hát akkor azt addig még lehet számolgatni a napokat, de addig is, hogy ne maradjanak itt program nélkül, ezt mindenképpen ezt a mostani, illetve a következő hétvégét javasoljuk. Aki mondjuk itt a megye más pontjáról indul, körülbelül mikorra érdemes átérni Kisvártára? 4-től megyünk este 10-ig. Ez mindkét napra vonatkozik, és mondjuk Péli Barna éppen 4-kor kezd, de lesznek olyan koncertjeink, amik pedig nyilván este 9-kor kezdenek, például az említett Csángáló. Tehát azt mindenképpen érdemes lesz megnézni. Na hát akkor kellemes napsütéses és ilyen kellemes nyáresti hétvégét kívánunk szombatra is, és vasárnapra is. És péntekre akkor... és szombatra. Jaj, bocsánat, péntekre és szombatra, vasárnap meg pihi, mert hát ugye hétfőn iskola, erre is gondolni kell. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Laci, kellemes hétvégét neked is, és a kedves nézőknek is köszönjük, hogy velünk voltak, várjuk Önöket a jövő héten ugyanitt, viszontlátásra.